YouTube csődészt a csoki! Hello, szavaztok gyerekek, ülve a csatornán! Képen jelentkezik következő! Csodálatos! Szóval itt az ájjal. Attól még, hogy a farming szimulátornak nekivágtunk, nekiestünk, mint Tóth az anyjának, attól függetlenül, nem fogunk elfeledkezni arról a játékról, amelyik, hát itt még pörögnek az események azzal kapcsolatban, gyerekök kellene vinni néhány dolgot. Hú, mondtátok, Viola Bence mondta, hogy a túloknál nekem van itten izém. Javítókészletem? Hol? Hol van a javítókészlet? Advertél engem, Viola Bence, a javítókészlet. Várja, így elvileg ugyanúgy rakja. Itt van a 25 darab gyerekek, annyi van, mint a sár. Ezt ide kivesszük, ezt oda berakjuk, ezt oda megesszük, ezt meg megisszuk, azt meg magasszuk. Esszük, isszuk, megesszük, mindent csinálunk, verjük neki, mint az őrület. Ja, egyébként írtátok, hogy hiányzik egy blokk. Baza, hiányzik? Oh lord! Dick! Hát nem csoda, hogy nem volt elektronyosság, mivel itten hiányzik. Baza, nem is láttam, hogy itt hiányzik blokk. Írtátok az előző rész. Hozz a komment szekcióba, hogy itten vannak azért problémák. Várja, egy kicsit szedjük össze magunkat, mert a keeper egy kicsit. Öl, be van izélve. Be van. Na várjál. Ja, mondtátok, hogy tudok csinálni ízét kőből. Kőből tudok homokot, úgyhogy ne szórják be. Minden is van, minden is lesz, minden is alakulni fog. Gyerekek, már annyi javítókészletem van, hogy mint az Isten gyila. Na, szőrbetlen kraftba szórjuk ki a dolgokat az alkatrészbe is. A keeper most megissza ezt a kávét is. És nem fogok most neki annyi olyat csinálni, amire gondoltok, hanem egy másik, egész más dolgot fogja keeper vörötni neki, mert nagyon sok dolgunk van. Üzemanyag lögyön nálunk bőven, várja, szervetlen krabba, nincs, van 10 000 üzemanyagunk, szükségeltetik, higgyétek ezt, szükségeltetik. Be kéne modolni egyébként, a modoknál meg kellene nézni, várjál! A túlokba nézzük meg, hogy nincsenekem már bebodolva. Figyelj, itt van egy 3-as, ez be van modolva. Ebből ki kéne szörni a modifikációkat, meg itten az a szőrszám, amelyikre szükségünk lesz, azokat így üsszük magunkra, mint az állat. Na, akkor úgy nagyjából meg vagyunk. Itt is van, ebbe is van mod. A modokat kiszedjük a különböző összközökből, mert igazából lehet ugye ezeket is modolni, azt akkor miért ne. Várja, modi body ment kifele. Várjál. Ilyenkor kikő lépti, sajnos itt be vagyunk kizéve. Modi body, ez az. Meg ebből is a modi bodyt kiszedjük, jó? Modi body, oda van itt minden is, mind az őrület. És akkor azt kellene csinálni, hogy ebbe, megnézzük, hogy milyen modi body van, és akkor ebbe még kellene rakni olyat, amelyiket esetleg, ugye, ez például, azt hiszem, hogy dirty dancing, meg akkor lehetne rakni bele egy ilyet, és hogy jobban bírja, ugye? Már is egyen jobban érzünk magunkat, és akkor ide is egy modi bodyt berakunk, az azt mondja, hogy van olyan, hogy fára. Jobban működik, van egy ilyen olyan is, meg egy ám olyan is, meg igazából ennek sok értelme nem lenne berakni, de hát akkor rakjuk be, jó? Aztán akkor így most már mindjárt így egyen jobban vagyunk. És egyelőre nem fogok, képzeljétek, nem fogom csinálni. Várj, a modok közé. Hol vannak a modok? A modok közé berakom ezt. Jó, kűj, oké, modok közé berakjuk ezt, meg ezt a... beraknám, ha lenne elég hely, de nincsen. Viszont a 9 mm-es lőszerhez se rakunk be semmit, mert ott sincs hely. Ide, dere, berakja a keeper. Viszünk magunkra egy-két lőszert, ez a gyógyszer nem kell nekünk. Aztán akkor csapjuk neki ezzelre, figyelj, meg kell javítani az olyan dolgokat, amelyiket itt le vannak robbanva. Ezt is javítsuk meg ezt is, van egy javító készletük, mint a sar. Na oké, akkor megyünk ám izé. Nem fogjuk... Már hol van a motrom? A motromat lehagytam szerintem valahol, ugye? Itt vagy járvival, bármint ez szőrület. Na, ugrassunk le. Most nem, egyelőre nem fogjuk javítani ezt a bészt, mert az nem elég izgalmas. Aki, jaj, de már megint egyébként ebben olyan szinte be lehet akadni, hogy azt el nem tudjátok kérdezni. De nehogy megint beakadtam, bazd, megőrülök, hallod. Beakadt ebbe. Áh! Menjünk már ki innen, vagy valami legyen. Hoppá, oké, igen, jól van. Jól van, el is tört a lábam, hát persze.
De egyébként ez érdekes, mert így kivett magából ez a dolog. Ha, de figyelj, én leszorom, hogy el van törve a lábam, 5 percig el van egye fönne. Megyünk inkább fárvágni meg mindent, meg kijelöljük, hogy hol lesz. Nem piramis lesz, kicsit újra gondolta a Keeper, hanem egy egész más projektbe fogunk bele közdeni. Úgyhogy az a lényeg, hogy rengeteg fára lenne szüksége a Keepernek, mert az mindig jó. Viszont álljál meg egy szóra, lehet, hogy egy kicsit lejjebb hangítom, mert overall ez legyen. Az overall az az, amit fölvesz a Keeper, a szerelés az majd, ha lesz ladája. Na! Igen, ki van fücamodva. Egyébként ugye, hogyha fölhúznám maxra a fülemet, akkor nem kellene ezzel foglalkozni. Gyerekek, olyan hangos az a látszó rész, hogy az mind az őrület. Rengeteg blokk kell, először megcsináljuk fából, azt utána akkor veressük neki, csináljuk másból is. Egyébként ebből ugye jön a szén is, meg mindenféle csoda. Nagyjából kivágok itt mindent, azt akkor meglássuk, hova fogunk építkezni. Okidoki! Meg fogjátok látni, Keeper kitalálta, hogy milyen objekteket fog itt összehozni. Ugye az a cél az, hogy a legdurvább, a legbrutálisabb a zombi hordát, a 64 emberes is túl kellene élnünk. A legdurvább, ami létezik a Földön. Ahol 64 darab zombi folyamatosan rohan ránk. Folyamatosan, tehát ha meghalnak, akkor gyűnek újra. Figyelj, csináljuk egy olyan gyerekek, hogy amíg el van törve lábunk, addig vágom ezt a fát. Meg neki kéne állni csinálni building blokkot, annyit, amennyit csak bírunk, mert rengeteg köllene majd. Az a szerencse, már föl vagyunk szerelkezve mindenféle szőrszámmal, tehát azért annyira nagy problémát nem okoz nekünk ez a favágás, meg a bányászat. Azért nem olyan, mint amikor kopogatni kell nagyon sokáig. És kitalálta a Keeper, hogy nem piramist fog csinálni, hanem valami hasonló objektumot. De meg fogjátok látni, hogy mibe gondolkodok. Na, tankoljuk meg gyorsan. Izibe. Valahova ide kéne építkezem, ez nekem tetszik ez a terület. Nem kellene olyan közel a bázisunkhoz, teljesen fölösleges. Úgyhogy mindjárt is kezdünk építkezni, nem fogom húzni az időt. Úgyhogy nyugalom, nem fog sokáig tartani ez a fafűrészölés. Egyébként rajta van a szivató még mindig ezen a bőrrán, ezen a csodálatos fölrészen. Emiatt egy kicsit nem megy olyan gyorsan. Ja, itt már nem kiegyenlíthetlenebb a talaj, aminek nem örülök. De majd valamit kitalálunk. Valahova ide kellene építeni ezt a csodálatos objektumot, amit tervez a Keeper. Meg fogjátok látni, hogy igazából mi az, amiben gondolkodok. És valahogy úgy kellene megépítenünk egyébként, hogy building blokkot építek egyébként? Remélem, hogy azt csinálok, hogy building. Jó, oké. Nem a woodot, mert jó upgrade-elni, mert akkor rengeteg XP-k lesz, fel tudjuk nyerre húzni az olyan skill-eket, amiket nekünk kölleni fognak. Na, akkor ezt úgy kellene megcsinálni, itt még ezeket lehet, hogy kimókolom. Jaj, de jó, nem zörög ez a szar. Jaj, de jó, ennek sokkal kellemesebb hangja van. Oké. Ebből meg jön egy kis kül, meg amúgy is majd körbányászom külyet is. Mert rengeteg cobblestone kell, rengeteg vas kell, rengeteg minden kell. Nelly írta, hogy legalább 5-6 tüzét be kéne ugratnom. Mi az? Forge-ot meg mindenem is legyen, hogy egyszerre tudjak
dolgozni velük, mert nagyon sok alapanyagra lesz szükségük, hát majd meg fogjuk látni. Most egyelőre megépítjük az alapját ennek a dolognak, legalábbis nem az alapját, hanem hogy így hogy fog ez kinézni. Körülbelül nézzük, hogy mekkora lesz ez. Igazából majd meg fogjátok látni, hogy miben gondolkodok. Egy nagyon összetett projekt, egy épületet fogok kivitelezni, ami meg fog védeni mindentől is minket. Már ezt kilutoljuk. Nem mondott testvérrel! Ez most mi volt ez? Hát majdnem jól lövök. Majdnem jól. Na, körülbelül szerintem valahol itt lesz a izéje, a közepi. Le kéne rakni a building blokkot, és akkor el kell kezdeni építkőzni. Körülbelül így, ugye? Jó. És akkor ezzel az fog történni, hogy úgy kellene megcsinálni, hogy minden egy ilyen blokkhoz hozzáférjek, hogy fel tudjam upgrade-elni. Ez egy nagyon fontos projektum lesz. Úgyhogy ezt nem tudom elmismásolni, mert szeretném fel-upgrade-elni az összeset. Szóval vágjátok, értitek, tudjátok. Na, meg fogjátok látni, hogy mi lesz ebből az egészből rövidesen. Az a lényeg, hogy... Aha, jó. És akkor itten már a keepernek meg kell csinálni azt, hogy legyen egy kis alapvetésünk. Ami nem ide körledóna. De ide körledóna, ez jó volt. Csak nem így kell lesz kivetelezni. Nem föl kell mászni a képerek, az a baj, még 3 percig el volt. Az kell, hogy ott legyél. Köszi szépen, húzzál oda el. Na, azért mondom. Így majdnem sikerült, de nem sikerült teljes mértékben. Hát nem tudom, nagyon magasnak kell lennie, ugye minél magasabb, annál jobb lenne nekünk ez a dolog. Hát megint nem jó. Úgyhogy itten fönforgás van. Hát nem akarok annyira kapkodni, de biztos fogok, úgyhogy készüljetek. Na most megtörtént az esemény, ezt meg ki is vőhetem ezt a blokkot, ugye? Meg ezt a blokkot is kivőhetem, aztán akkor így körülbelül. Így majdnem minden blokkot tudok upgrade-ölgetni. Oké, na gyerekek, ez így egyszer, de ugye, akkor ki kell számolni, hogy hogyan vannak itt a dolgok, 1, 2, 3, 4, 5, hát mondjuk igazából, várjál, hány, legyen mondjuk 5, 1, 2, 3, 4, 5-önként, legyen az ötödik mindig, izé-vizé, tudod mi, hallod már megint 5 perc, az a baj, hogy ugye itt a ugra-bugra minden van, aztán akkor sebződik a karakteremnek a lábi szára. Ez megint 5 percig izé vagyok. Hú, gyerekek, el kéne menni izéni. Érdekes, hogy ez így olyan, mintha levegőben löbögne, de nem olyan. Vagyis nem az. Na, el kéne menni gyerekek izéni megjavítani a lábunkat, mert itt soha nem fog meggyógyulni. Hát ja. Várjál, ennél nincsen, ugye? Ki van pakolva tőled? Várjál, nincsen nálad egy... Ne pörögjél, bazzer. Nincsen nála, bazzer. Nem gondoltam rá, hogy eltöröm a lábamat. Mert nem törtem volna el, hogyha nem lenne bugos ez a cső, amin lecsúszok, ugye. Zombieland. Gyerekek, ne féljetek, jó lesz. 5 perc, hallod, az 5 perc kezdődött. Bekötöm a lábam mindjárt, aztán jó lesz. Amúgy is kellene ide hoznom valamit, amire gondolkodik a keeper. Hát ez így ilyen jó magas lesz, és... Meg fogjátok látni. Mondtátok, hogy az lenne jó, hogyha azért lennének irányítva, tehát nem össze-vissza jöjjének, az is ki van találva. Keeper kitalált mindent is, meg fogjátok látni, meg ugye, hogy ne üssék a blokkokat, az is fontos lenne. Egy csomó mindennel kellene foglalkozni ebbe a részbe. Hol van egy nincs? Nincs az öm, nincs olyanom. Hát akkor ezt használjuk be. Jaj, nem tudom használni! Hát akkor nagyon zooming vagyunk, akkor itt örökre izé lesz. Nem vagyok boldog, várjál, mi van itten, valami akkor olvadjon befelé. Ugye a stone-t azt miért olvasztom be, ja, mert cement kellene, de akkor lehet, hogy cementet neki is fogom durrantani. Hadd égjen kifele, mert igazából az nagyon kellene nekünk, ugye. Meg betonkeverőbe ugye lehet, hogy kellene homok, ugye. Küljünk van 6000, úgyhogy lehet, hogy berakok, hogy homok legyen nekünk bőven. Itt meg van egy kis betonunk, legyen homok, 6200 darab, az gondolom egy darabig elég lesz,
Ezt az jó gyorsan csinálja, az jó is. Jó, oké. Még mi az, ami kellene, nekem azon gondolkodik a keeper. Ide kellene egyébként beolvasztani valami csodát még. Iron is kéne, nincs iron, ami esetleg fölösleges. Nem, most mindent beolvasztottam. Lőszert is kell majd gyártanunk, azzal is el fogunk tökörészni. Figyelj, addig nem futok, meg nem ugrok, hanem akkor inkább izé, akkor okosba közlekedünk. Várjál, lemegyek robogóval, mert hiszen van nekem itten különböző járművek. Igaz, hogy az üzemanyag nem sok van benne, üzemanyagom van. Ja, izé, a Luther cucc van rajtam, de hát annyira mindegy. De mondjuk lehet, hogy ha nem a Luther cucc lenne rajtam, akkor a zuhanás nem történt volna meg ennyire drasztikusan. Hát mindegy. Na várjál. Várjál le, more. Oké. Figyelj, az a lényeg, hogy akkor átpakolok én erre. Ennek más bónusza van, és lehet, hogy... Hoppá, rucib az weak. Úgyhogy azt gyorsan megjavítom, legalább addig megnyomjulnak a dolgaim. Tudod? Jaj, ne, le kell venni hozzá. Kalapompompom, kalapompompom, azt is megjavítja a keeper. Fölveszi? Azt hiszem, hogy fölveszi, ugye? Most mi van? Javítsuk. Ja, majd egyszer. Mária, akkor javíts meg, aztán remélem fölveszi. Fölveszi, és akkor... csináljuk a building blokkocskákat, a maradékot. Ja, nem fussuk, addig nem futok, jó? Addig okosba közlekedik a keeper, meg itten összeszedi a dolgokat. Úgyis itt még vannak olyan egységek, amik zavaróak. Gyógyuljon meg a lábam, mert idegesítő. Menjél már oda! Az anyád úristene. Úgyis kell még fa, úgyis kell még minden, szóval egész nyugodtan csinálhatom ezt a dolgot. Még 1 perc 26 másodpercre meggyógyulok. Már régen meggyógyultam volna egyébként, csak elkezdtem rohangálni. Jó, mert jön egy szenem is, és a szenet fel tudom használni. Ugye, majd égetni a cuccokat. Nagyon tudter, nagyon tudter. Várjál, itt izélni körlene. Harakiri. Csak óvatosan kell ez a bárni be az, mert befúrod magad a földbe, pikpak, hallod? Annyira durva. Ugye? De jó, hogy nem kell kalapálnom be az izével. Csakányjal. Hogy hol áll, azt nem szereti a keeper. Sikítos zombi, ordít valahol. Jaj, hol. Rájöttem, hogy mindig tabot nyomok, mert zoomolni akarok, nem tudom melyik játékban van. Divisionben volt az, de most az hol az adja úristenébe? Ott van-e, figyeld. Üti az autót. Nem tudok futni, nem akarok futni, mert tönkre megyek. My senses have picked up something. Az a kemény, hogy most már mindenki fut. Már ilyen sportemberek ezek a versenyzők itt nekem. Na várjatok, akkor ezt hogyan kellene megoldani? Jaj, nem, már megint izé van, röpülök meg minden. Igazából úgyis izé lesz ez. Úgyis tömör, zsökös. Csinálhattam volna ezt full tömörre, mert hát ezt még elér a vizébe. És akkor könnyen mindig fölmegyek. Mert hát ezt elérem még ugye, hogyha egy darab csikot húzok. Úgyhogy jó lesz az gyerekek, és most már végre ugrálhatok is. Kicsit ilyen Minecraft beütősebb van, vagy érzésem. Ó, mennyi zombi. Tök jó, hogy most meg itt dobzódnak. Ilyenkor egyébként nem tudom, ki kéne kapcsolni őket, vagy... Isten tudja, mit csinálni. Nem hagyják békén az embert. Mondjuk az nem lenne valami fair, ha kikapcsolná a zombikat, nem? Na, majd meg fogjátok látni, nagyjából megépítjük. Ezt lehet, hogy elrakom ezt a drónt. Igaz, hogy sztaminát ad. Álljál meg, bazd! Oké, nyugodj meg. Nyugodjál meg szépen, nyugodj meg. Ja. Piramis-szerű dolog lesz, de mégse. Nem tudom, ki látta a gyűrűk urát.
Nem is tudom, milyen szurdoknak az ostromát, hát akkor már valahogy sejtett, hogy milyen jellegű bázis, vagyis hordaváró lesz. Hát ahhoz, hogy a legdurvább hordát, ugye a 64-eset túléljük, hát az valószínűleg, hogy egy nagyon durva hordaváró kell, tehát nem kis pályás, mert kis pályás hordaváróval nem lehet boldogulni, gyerekek. Azt ezt megmondom. Oké, hát ez még a kis miskak verzió. Ennek körülbelül háromszorosa kellene magasságba, szerintem. Hát, hogy ezt figyeljetek, lehet, hogy elhúzom az alapot arra, aztán majd meglássuk, hogy mégis ez milyen magas. Ej, te! Sanyi! Meg fogjátok látni, nagyjából megcsinálom, nagyjából, így az egészet. Fú, ide aztán kell alapanyag, nem, gyerekek? Mit gondoltok? Tényleg monumentálisra kell csinálnom, mert nem akarok újat csinálni. Monumentális struktúra lesz. Mert annak sok értelme nem lenne, hogy csinálok egy kicsit. És, na hát ez körülbelül szerintem ez így elég lesz, de vagy mindjárt meglássuk. Lehet, hogy megcsinálom kb. Minden másodikat. Aztán akkor abból tudok gondolkodni. Meg igazából full tövörnek nem kellene lenni a belsejének. Mert annak meg, az meg full fölösleges lenne, hogyha full tömör lenne. Azért az utolsó, a legkülső, mint tudom, 5 blokknyi azért az elég lenne, érted, full vasból. Azért nem kellene full vasból egy full tömört csinálnom. Annak meg ugye lehet, hogy már a kicsit túlzás lenne, nem lenne nagy értelme. Jó, semmi probléma. Úgyis mindjárt megyünk fel. Jó, az lesz, hogy akkor azt csináljuk, hogy két blokkonként. És a külseje lesz full tömör, jó? És akkor ugye tudom is upgrade-elni a legbelsőket is, mert igazából be tudok jönni, mert ilyen dupla blokkos megoldással fog, vagyis mindenhol lesz egy ilyen járat benne, amiben persze nem fognak tudni a zombik bejönni, mert ki fogjuk ezt találni, hogy ez ne fogjon meg, ne történjön meg. De majd meg fogjuk nézni, hogy ez hogy fog felépülni. Tudod, egyek építeni kell, rengeteg blokk kell, tényleg iszonyatosan sok, úgyhogy abban nem lesz hiány. Blokkba. Blockbuster. Ja, az blockbuster, az nem blockbuster. Jó, inkább itt megyek le, hogy annyit akkor át ne essek. Na és akkor úgy csináljuk, hogy majd okosba, hogy mondjuk egy 4-5 blokk vas, és akkor ugye itt is ki lehet majd szedni esetleg egy sort, vagy egy pár darabot, és akkor okosba csináljuk azt, hogy mondjuk 3-4, legalább egy 4 blokk vastagság legyen izéből. Miből? Tudjátok, hogy miből? Így, körülbelül ezt a tendenciát tartanánk. És akkor ez így jó is néz ki. Itt mondjuk ez lehetne blokk tömör. Így, itt tartanánk, ott is majd. Fú, gyerekek, ez azért egy olyan epic építmény lesz. Azért tényleg ezt nem érdemes izébe fullba gyomni a kretént. Mármint, hogy full... izé legyen tömör, a külső négy réteg lesz tömör, és az mindenképpen izé acél, meg minden, és a belső rétegek azok lehet, hogy cobblestone-ba műven megfelelőek lennének szerintem, nem tudom, mit gondoltok, majd meg fogjuk látni, úgyis most szerintem egy, hát legalább egy részig itt építkezés, azt nem tudom, milyen magasról esetek le, hát innen még sima léba gyerekek. Azért érdekes dolgok lesznek itt majd, de majd alakulni fog, ne aggódjatok. Ehhez vagyok, mit csináltál? Befe vagyok egy kicsit pörögve. Szomgyúsok nem vagyunk. Jó, hát ez rengeteg kaját tölt, 102-t, úgyhogy elég egyet érni. Ilyenkor a kajaszintük az nem megy fel, 100 fölé. Mindig százalékos arányban mutatja, nem úgy van, hogy mit tövő, az is 200 körül van már, vagy valami csoda. Gyerekek, ezt nekiállunk upgrade-elni, tudjátok képzelni, mennyi izé lesz, mennyi XP-t fogunk kapni, hát ez borzalom sok lesz. Na nézzük, hogy ez, hű gyerekek, hát ez lehet, hogy már egy kicsit túlzás, nem? De mondjuk nem, még minimum egy dupla ilyen magasra kéne verettünk a dolgot. És képzeljétek el, hogy ez ilyen piramiszerű képződmény mennyi ideig fog nekik fölmenni. És ugye nem ilyen piramis lesz, hogy ki fog jönni teljesen, hanem ugye egy ilyen na azt tervezem, hogy egy ilyen nagy, hatalmas nagy félkör lesz az egész, és tényleg egy ilyen kúp lesz az egész, és akkor úgy fog fölépülni az egész, hogy
azon fognak följönni, és egy ilyen fél kúp, tehát akkor ott leszek a tetején, innen valószínű nem fogják kezdeni ásni, de itt is azt akarom, hogy itt is csinálok lépcsőt, amelyik majd így föl fog menni oda is, tehát ott is, itt is föl tudnak majd inkább jönni, és valószínűleg nem akarják ásni, hát bízom benne, ha ásni fogják, akkor annyi, hogy akkor nem elég a fél kúp, hanem akkor egy egész kúpot kell csinálni, érted? Úgyhogy ezzel fogunk itt vinkódni. Mennyi időnk van? Van bőven blokkunk, valószínűleg még kell fát vágni, úgyis nincsen hely. Úgyhogy meg elég gyorsan lehet fát vágni. Ezeket az építkezős részeket nem tudom, nem akartam így gameplayen kívül, mert akkor azt mondjátok, mit tudom, bármit, hogy csalok, meg mit tudom én. Bár lehet, hogy nem ezt mondjátok, de lehet, hogy valaki kíváncsi rá. Ha valaki meg nem kíváncsi rá, akkor megfogja azt, mit tudom én, átpörgeti, vagy néha belenéz, hogy na most nagyjából hol tartok. Most nem ötleteket akarok adni, mert azért így elbeszélgetünk, nem tudom, így vázolom a helyzetet, vagy akármi történhet közben, hogy megtámadnak a zombik, tehát azért történnek itt dolgok, de sajnos építkezni is kell ebben a játékban, és tényleg egy olyan hordavárot akarok most kialakítani, amelyik feltételek nélkül minden bármilyen brutális hordát kibír. És a tetejére egyébként egy nagyon, még egy bonyolult szerkezet fog létrejönni. Ja, meg ráadásul ugye itt most már mindenképpen kell használni az elektromos csapdákat, mindenféle fajtát, fehére torkát, meg nem fog, de tehén farkát, ugye. Ja, itt ezeket meg kell csinálni szépen, hogy tényleg egy ilyen vastagságig szerintem, hogyha megcsinálom mondjuk beton, acél, ilyesmiből, azért a külső réteg mindenképp acélból, belső esetleg lehet kicsit betonosabb, akkor azért azt szerintem bírni fogja belsőjét, megcsináljuk cobblestone-ból, viszont rengeteget kell majd azért ásni, úgyhogy lehet, hogy annyira, hogy az upgrade-elését, hogy azt ne nézzétek végig, azt lehet, hogy vagy begyorsítva, vagy valahogy fölveszem, igaz, hogy 3 órán keresztül fog tartani, de begyorsítva mondjuk egy 20 percben, ha belefér, akkor azért meg tudjátok nézni is, de lehet, hogy gameplayen kívül az nyugodtan írjátok javaslatokat, hogy melyik szerintetek a barátibb, mert igazából az upgrade-elés szerintem még talán begyorsítva se egy olyan izgalmas dolog, hogy azt érdemes lenne így végignézni. Oké. Na srácok, akkor ez így tök jó lesz, hát a belsejé teljesen fölösleges lett volna tömörre. Hát iszonyat sok zombi lesz, az biztos. Szerintem ilyen 5 szintet fogok lépni egy darab horda alatt. Nem fogjuk megvárni egyébként a 7. napot, hanem ha kész lesz a base, akkor abban a pillanatban lesz. Abban a pillanatban be fogok kapcsolni ahogy a hordát. És ugye akkor kipróbáljuk ugye mindig a dupláját, ugye most egy duplát csináltunk, egy 16 zombisot, utána egy 24 zombisot, és így végig egyre kifinomultabbra, megnézzük, hogy mi esetleg valami nem működik, akkor ugye azt javítjuk mindig, ez lesz. Na, ez így oké, ugye? Ez így tök jó, ez eddig szuper. Hú, gyerekek, azért a monumentális építmények, kert szerintem a Keeper az így mondhatni, hogy kibaxolja, ugye? És ezt képzeljétek, ez egy hatalmas kúp lesz, tehát ez nem az lesz, hogy ez egy lépcsősor lesz, hanem minden irányból így tudnak majd följönni. Tehát igazából nem az van, hogy ide jönnek, aztán bontják, mivel nem tudják, mivel mindig egy izé, mindenhonnan ugri-bugri, fölfele nyúlacska lesz. Úgyhogy ez valahogy így fog kinézni. Az a lényeg, hogy sehol ne tudjanak nekiállni a hordavárónak, hanem mindenhol kénytelenek legyenek ezen az iszonyat hosszú bugdácsolós, ugrálós részen így följönni, ami rettenetesen sokáig fog nekik tartani. Hiába tudnak ugye a zombik sprintelni hordakor, az ugrálás az akkor is ugyanolyan lassú nekik, mint hogyha éppen sétálnának. Szóval igazából konkrétan meggátolod őket abba, hogy sprintelni tudnak, szóval nem tudnak hozzád eljutni gyorsan, sőt, iszonyatosan lassan fognak tudni eljutni hozzád, és ugye van bőven időd megölni őket, de attól még te gyorsan is ölheted őket, tehát hogyha, mint tudom én, gondolkozok egyébként, volt aztán egy sniper rifle-om, lehet, hogy azzal érdemesebb lenne ezt csinálni, mert hogyha jó távolról tudnám őket sznájpolgatni, akkor lehet, hogy az nem lenne egy hülyeség, srácok, oda nézzetek, out of stamina-m van, beszarok neki. Akkor lehet, hogy ez egy jó dolog lenne, mert hogyha folyamat sznájpolgatom, az lehet, hogy lőszer szempontjából jóval takarékosabb, mint hogyha M60-nal darálok. Úgyhogy lehet, hogy egy M60 meg egy sniper kombinációval fogunk menni, hogyha közel jutnak, akkor M60 darálás lesz, ugye. Hogyha még távol vannak, akkor inkább sznájpoljuk őket,
Az lehet, hogy úgy barátibb. Na most képzeljétek el ezzel, mire felugrálnak. Azért az vágott, hogy ez nem lesz 2 perc nekik. De egyelőre fél kup lesz, és mindenképpen kitaláltam már, hogy hogy fogom megoldani azt, hogy ne legyen az, hogy hátulról megpróbáljanak ásni, mert ott is kénytelenek lesznek. Ott is egy ilyen megvezető részt találtam ki. Ja, egyébként ugye, hogyha a dróna belőled, akkor sokkal gyorsabban működne. A stamina visszatöltés csak nagyon zavaró, hogy port alattam van és nem tudok amiatt építkezni, úgyhogy ez most egyelőre a drón az pihenőn van. Jó. Hát ez szerintem a magasság az bőven elég lesz, nem is tudom hány méter magas, majd meg fogjuk nézni, de szerintem legalább egy 30-40 méter magas. És képzeljétek, ahhoz, hogy följussanak, az konkrétan 40-et kell ugraniuk minimum, hogyha nem csesznek el semmit. Úgyhogy ez ugróiskola lesz nekik. Ez rohadtul jó lesz ez. Na, ugorjunk itt le. Jó, gyerekek, igen, és akkor egy ilyen 3-4 vastagságban izé lesz. Brutál erősségű tudsz lesz ki, olyat a cobblestone, és legyen az, hogy be tudjak én menni valahogy, lehet, hogy valami alulról, vagy valahonnan be tudok én menni. És ugye konkrétan egy hatalmas nagy belülről egy hatalmas oszlopcsarnok lesz, tehát én horda után akármikor ugye meg tudom nézni, hogy esetleg valahol bármilyen probléma lépette fel az épületbe, struktúrába ugye, tudom ellenőrizni, hogy biztos nincs semmi probléma, biztos minden oszlop áll-e. De hát gondoljátok, most el tudjátok képzelni, ilyen sűrűségűen vannak oszlopok, még hogyha egy-két oszlop kiugrik, akkor sem fog semmi rossz történni, hát a fele oszlopot ki kéne daráljuk, hogy ez összeomoljon ez az egész épület. Úgyhogy azért annyira nagy problémák nem lehetnek ebből. Jó. Hát amire ezen följut egy zombi, az tényleg ezt elképzelhetetlenül hosszú ideig fog tartani. És azért kellene szerintem a sniperrel boldogulnom. Öcsém, hallod? Ezelőtt mekkora piramit csináltam ehhez képest, hogy ilyen icipici, nem? De ez egy, ugye tényleg ez nem egy lakóépület lesz, bár hogyha egy rendes piramit csinálnék és ennek a belsejébe hézereznék, konkrétan meg észre sem vennének a zombik, mert olyan messze tudnak csak elmenni tőlem. Szóval még egy ilyen lakó base-nek is megfelelne. Közben meg már, hát még van bőven, még van 1000 darab ilyen kockám. Bocsánat egyébként, hogy ez most ilyen hosszadalmas, de majd mindjárt körvonalazódik, hogy mégis mit szeretnék ebből kihozni, ebből az egészből, de bazzer, nagyon magas hallod. Használjuk el ezt a 390-et. Ja, hát az upgrade-elését szerintem videón kívül fogom, gyerekek. Sőt, úgyis állványzatot kell csinálnom, meg minden fú, sokáig fog tartani. Hát ez brutál. Nem még le tudok ugrani. Öcsém, hát lehet, hogy kicsit túlzásba estem, nem? Azért gyerekek, ezen, amire följutnak a zombik hozzám, lehet, hogy már egy kicsit sok is, de már ennyit kijelöltem magamnak, akkor ezt már betartom. Azért nehogy izé visszafele felhelődjünk, nem? Gyerekek, ezt amire megépítem, azért arra nem egy a nap. 13 óra 30, figyeljetek, éjszaka is építettem, semmi gond nincsen. Igazából mondhatni, hogy nincs félnivalom már ebben a játékban, mert annyira OP-ig vagyunk. Annyira kimaxoltuk magunkat, hát lassan nem is tudom, 100-es szinten, vagy hányos szinten veszünk. 89-esen vagyunk, hát hogyha amire felupgrade-elem ezt, az biztos, hogy minimum a 100-ra fel fogunk ugrani. Úgyhogy lehet itteni zajni. Lehet fejlődni bőven. Hát azért innen már lehet, hogy nem ugranék le, de ugye nem is kell. Tényleg esetleg lehet B-terv, nem tudom, menekülő útvonal, szalmabála, mit tudom én, lenne motor, akármit ki tudunk még találni. De én úgy érzem, hogy ez, hogyha ez felépül, akkor egyszerűen nem kell B-terv, mert bármennyi zombit ki fogok tudni írtani. Tényleg a sniper-t kellene kimaxolni, nem tudom, az a baj, hogy ahhoz valószínűleg, hogy más build kell, mármint más, esetleg más set is. Meg valószínűleg skillek lehet, hogy nincsenek ki maxolva nekem izébe, sniper. Figyelj, ezt a kettőt főhúzom egyszer, azt akkor nem kell mennyit már menni. És akkor lehet, hogy föl kéne húznunk a sniperolást. Megnézzük, hogy mennyi, valószínűleg rengeteg izénk jön, skill pontunk jön. Valószínűleg rengeteg skill pontunk jön izéből. Abból, hogy ezt felupgrade-elem, és akkor hogyha úgy van, akkor lehet, hogy ki fogom húzni a sniper. Mert az a baj, hogyha 64 zombi folyamatosan támad,
akkor azért itt nagyon harakiri lesz. Itt rengeteg lőszert kell, ilyen, nem tudom, több tízezer, vagy több, akár százezer lőszert is ellövök. És ugyanúgy a 762-est használná a sniper is. És ugye annak nagyobb damage-e van. És jóval pontosabb lennék, és jóval inkább spórolnék a lőszerre, akkor nyomám a fejlövéseket, bár az a baj, hogy ugye folyamat ugrálnak, az egy kicsit meg fogja nehezíteni a pontos célzást, de igen, de nem lesz akkora probléma szerintem ebből. Na majd mindjárt elmagyarázom itt még egy-két dolgot, hogy hogy fog fölépülni, mert lehet, hogy még nem is nagyon értitek. Hát, Nelly, mit gondolsz? Meg Démon, ugye mit gondolsz erről az őrült struktúráról, amit itt fel akarok építeni? És az a durva, ugye ez biztos építenek brutális struktúrákat az emberek úgy, hogy mondjuk izébe vannak. Hogy mondjam, kreatív módban, de úgy, hogy az alapanyagokat kiszeded és izé, és csinálod, és itt szenvedsz, ez úgy egy kicsit más. Szerintem. Na nézzük, hogy jól van. Jó, most van jól, ugye? És itt lesz a csúcs. Na itt lesz a csúcs, meg kell nézni, ez milyen magasan van. Azt a mapnál meg tudjuk nézni, azt mondja, hogy 82 méter. 82 méter magas. És van vagyunk ugye az alapkőtől, ilyenkor alapkőtől számítja, és itt vagyunk. 35 magasan. Akkor majdnem 50 méter magas az egész. Azért az 50 méter magas, azt belegondoltak, mindjárt elmondom, hogy ez hány méter, olyan 3 méter, 3-4 métert lehet számolni egy 10 emeletes lakóháznak, akkor ez egy ilyen 10 pár emeletes, egy ilyen 11-2 emeletes lakóháznak azért azt hiszem, hogy ez megszámít, ugye? Még ha 5 métert számolnánk egy színnek, akkor is ugye az, akkor is 50 méter, az 10 emeletes, de annál nagyobb. Jó, hát akkor egy 10 emeletes méretű ilyen kis hodályt ide fölhúzunk. Annyi a lényeg, hogy most nagyon pontosan meg kéne számolni. Hát, ja, nagyon pontosan meg kéne számolni, hogy hány blokk ez a távolság, de tényleg nagyon pontosan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ...46 blokk, ugye? Akkor ide is kéne 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11-nél vagyunk, ugye? Milyen fontos, valami van itt. Te vihez. Annyira nem gondolom, hogyha nem találjuk el pontosan 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Na most keveredte bele. 23, 24 talán. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 30. Megoldjuk. Jó, nem is csinálom azt, hogy nem is tudom, hogy azt, hogy tovább számolom, mert belekeveredek, és hogyha onnan kezdem, akkor nem fog kijönni a csúcs, és akkor kezdhetek mindent előre, hanem azt fogjuk csinálni, gyerekek, hogy innen kezdjük szépen. Én. Na. Hát te bolond vagy, képer, az a bolond. Bolond a képer, nagyon bolond, nagyon bolond. Nagyon bolond, de tényleg szerintem ez nagyon őr. Ez, mi ez? Hordaváról csinál a képer, kis finomat, kis szolidat. Kis szolid Hordaváról megcsinálja a képer. Figyeljetek, három magasat, vagy háromat kellene egyből húzni.
Simán tudunk. És akkor nem kell annyit futkorászni, lefe tudod. Hát, hogy majd kéne még vágni fát. Milyen jó napsütés van, figyeljétek. Itt mindig ilyen buzi idő van, most meg ilyen tök jó, kellemes. Még a nap is kis, hogy gyerekek, hogy én itt ezt építem, gondolja, hát ez... Hadd nézzem meg, menjetek ide a felhők, fáradt lerúgott felhők. Nézni akarom, hogy az a hülye keeper éppen mit épít ide. Ja, lehet, hogy az lesz, hogy akkor megépítem a magját, meg az egész struktúrát úgy, hogy lássátok, érezzétek, hogy igazából mi az, ami itt történik. És akkor tényleg az ásás, építkezés, ilyeneket azokat meg megcsinálják keeper izé, gameplay-en kívül, vagy pedig begyorsítva, bár szerintem tényleg begyorsítva is hülyeség az, hogy az upgrade-el is végignézitek. Hát lehet, hogy úgy kéne, hogy az upgrade-el is mondjuk cobblestone-ig megcsinálom, és akkor onnan azért már itt lehetnétek velem. Azt a bőtjár, hát milyen magas ez az egész kódszere a gyereke. 50 méter magas hülye gyerek, mi? Nézd, egy tornyot épít. Vagy nem tornyot, hanem hordavár. 50 méter magas hordavárat, hallod? A zombik azok azt tudják, hogy mihez kezdjenek ezzel, hogy ide jönnek hordakor, és akkor gondolják, hogy ez hülye az. Mit kellene csinálnunk? Hát, fia Tibi, hogy álljunk neki ennek? Meg kell mászni? Vagy bontsuk az alját? Vagy mit csináljunk vele? Mert ez, bazza, ez egy őrült ez a csávó, aki ide építette ezt az egész kócerájt. Hát nem tudom egyébként, volt valaki, aki ilyen horribilis beteg állat módon épített hordavárod, gyerekek? Most halál komolyan kérdem, hogy ti valaki már épített már ilyen hülye nagy, mit tudom én, 10 000 blokkból épülő hordavárod? Figyelj, várjál, itt már okosba köcsi, dárj, mert itt már túlzások beesül. Itt már ugye így. Na, magas. Jó, már most egyre inkább alacsonyabb lesz, úgyhogy még a végén jobban is járunk, hogy így csináltuk. Csak tudja a képen, hogy merre van előre. Jó. És akkor így van, de valahogy le kéne juttam. És akkor megint 3-at fel kéne húzni. Ugye? Kb. Jog vagyunk. Kb. Jog vagyunk, csak most ugye annyi, hogy majd mindenképp alá kell építele, mert ugye egy 4 blokk vastagságú legyen azért a... Azt a betya. Hallod, a napot etakarja ez is. A napot etakarom, hallod? Hát ez ilyen izé, Babel tornya itt éppen készül. Jó. Várjál, van még fám? Hát szerintem neki állhatok building blokkon csinálni anyba főbe. Gyerekek, már legalább bőven férni fog a izé a... Fúr Isten, mi ez? Hát én rendesen félek. Nem, amikor már van egy ilyen, mi nevezik ezeket a... Amikor fóbia, igen, van egy ilyen fóbia, tudjátok, hogy van egy csomó fóbia. Tök érdekesek vannak ám, például olyan, képzeljétek, hogy ugye van olyanok ilyen nagyon ismertek, hogy arachnofóbia, amikor a pókoktól félsz, de egyébként vannak ilyenek, hogy ilyen megalofóbia, vagy minek nevezik, amikor ilyen hatalmas nagy buildingek, épületek mellett félsz. Ilyen fura érzésed van, félelmed van, hogy ilyen tök nagy, és hogy ilyen így szinte agyonnyom, vagy nem tudom. Tényleg van egy ilyen. Nem tudom, voltatok-e már, mit tudom én, egy ilyen, tényleg ilyen brutális nagy building mellett, és akkor tényleg van egy ilyen fura félelem benned. És van az, megalofóbia, azt hiszem, hogy annak az a neve. Hát körülbelül az uralkodik el rajtam, amikor fölnézek erre a cuccra. Hát azért kell itt egy-két bizony cobblestone, ugye, nem? Azért lehet, hogy gondoltátok, hogy nagyon hülye vagyok, hogy nekiállok valaminek, de azért, hogy ennyire. Ja, meg milyen fóbiák vannak? Van egy ilyen nagyon érdekes, az a... Fú, nem is tudom, mi angolul? Pól, vagy mi a... A... Mi az? A medence. Nem csak a víziszony van, hanem van az, hogy ilyen medencétől félsz. Ez egyre nagyobb mélységű medencéktől, meg egyre nagyobbaktól. De nagyon érdekesek ők a fóbiák, és így TikTokon szokott földobni nekem ilyen videókat, amikor ilyen, hát így mondhatni, tesztelheted magad vele, hogy te mitől félsz, hogy mennyire félsz valamitől,
És az, hogy szoktam nézni azokat a videókat, mondjuk, hogy teszteljük, hogy mondjuk a megalofóbia, az mennyi, milyen hatással van rád, és akkor mutatnak ilyen felvételeket, ugye tök jó el vannak találva. Na hát azt rendesen szoktam fosni azokból a videókból, majdnem mindentől, és tök durva, hogy akkor egy ilyenről, lehet, hogy vannak ilyen fóbiái az embernek, amik annyira nem is vagy tudatában, hogy lehet, hogy neked egy olyan fóbiád van. Utána valami el van ez a... Azért itten küzdök még, mind a disznó a jégen. Jó, most a jó. Itt még nem merek leugrani, úgyhogy itt elmegyünk erre. Akkor is be. Egyébként elég gyorsan fog épülni ám már itt. Mert... Egyre alacsonyabb lesz, ugye? Jézus! Na! Akkor megalofóbia. Vágjátok, hogy miről van szó? Amikor egy ilyen brutális struktúra mellett így vagy, és Jézus Isten, így úgy érzed, hogy szinte rád akar dőlni. Na, ez a hármas megoldás viszont ez jó. Sokkal gyorsabban lehet haladni, mint az első ugra-bugra megoldásommal. Ja, hát rengeteg izé, rengeteg cobblestone kell, majd csinálok egy hatalmas nagy, mit tudom én, külszíri fejtést vagy valamit. Lehet, hogy kellene majd üzemanyagot vennünk a boltba, mert azt hiszem, hogy azt árul ilyen 5000-es éve pakkokat. Azt mondja, hogy küldetésezünk is ám, de írjatok nyugodtan, hogyha inkább egy kis küldetésezés legyen. De most nagyon rá vagyok feszülve, hogy kimaxoljuk a játék azon a részét, hogy a legeresebb hordát próbáljuk meg túlélni, ami azt jelenti, hogy a 64-eset. Egyébként igen, tudom, hogy még lehetne annyi, hogy növelném a nehézséget, ugye insane-re, vagy nem is tudom, mi a legnehezebb. Insane, vagy hogy nevezik azt. Lehet, hogy azt is meg fogjuk próbálni, hogy tényleg max nehézség, max hordam, fú, minden, érted, hogy tényleg egy ilyen. Csak oda már tényleg olyan izé kell, egy olyan building kell, mint például ez a bi lesz, hogy azért, azért, ott már tényleg nagyon durva helyzetek tudnak uralkodni. Mikor 64 darab zombi támad folyamatosan, folyamatosan, tehát megölsz egyet, abban a pillanatban spórol még egy, és na, várjál, itt ezt szokosba kéne csinálni. Aha. Na, valami ilyesmiben gondolkodta. Na, egész otthonosabb mozgok így ezeken az épületeken, nem? Na, nézzük. Ja, most már egész, nem nagyon esek le. Régebben mindig az volt, hogy lepogyogtam mindenhonnan. Hát nem akarom elkiabálni, de most már egész kellemesen tudok lavírozni. Jó, more mi van ott a testvérem? Jól van, hát az semmi gond, de egyébként nem fog leszakadni. Csak csúnya most egyelőre. Hát annyi lesz, hogy ugye, hogy építem folyamatosan föl az egészet, úgy kell. Majd, úristen, ez még videó kívül, még begyorsítva is majd. Figyeljetek, most az alap dolgokat így meg akarom kreálni. És lehet, azon gondolkozok, hogy az a magja, ez lehet, hogy dupla. Vagy minden második lesz csak, de lehet, hogy belül, majd meg fogom azt csinálni, hogy ne. Ó, majd itt is vagyunk, ja, mert most meg egyesével jött fel a hülye keeper, de egyébként szerintem ez se egy utolsó dolog, várjál. Jó, most már nem ide, most már nem nincsen nagy gond. Oké, nagyon frankó lesz. Hát igen, építő vagyok kell. Jó, belsőjét minél üregesebbre kéne csinálnom, mert teljesen felesleges egyébként, hogy izére csinálom. Tömörre. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy... Lehet, hogy minden... lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy minden negyedik. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy itt ezt kiszedöm. Meg ezt is ki fogom szedni. És akkor így fogom ezt így... Ja, hát ezt nem így kellett volna kiszednem. Na, tűnj el. Igen. Lehet, hogy minden negyedik bőven elég. Így. Nem? Hát a francnak baza ilyen sűrű kutyaszar baza. Mi ez így? És akkor így... Jó lesz, minden negyedik bőven elég. Úristen, így is nagyon sok alapanyag lesz. Meg akkor nem is csak, hogy alapanyag, de ezeket felupgrade-elem mindent, meg fogunk őrülni. Úgyhogy ezt tényleg azt fogom csinálni, hogy itt is majd kiszerem. Úgyhogy egyelőre, gyerekek, akkor fölösleges elég. Nem kell minden izé, nem kell minden másodikra. Úgy jól van, bőven elég lesz. És izé is.
Inkább az, hogy azt fordítsuk arra, hogy vastagabb legyen a külseje. Szerintem annak úgy sokkal több értelme lenne, hogyha vastag lenne a külseje, mert úgyis annak kell nagy igénybevételnek lennie, nem a belsejének. A belsejében nem lesznek zombik. Meg ha lesznek, akkor már ott nagy baj van, akkor ott tök mindegy, hogy mi a... Na, várjál, most mit akartam? Igen, ezt így építed ide Bartora. Várjál. Mert ez most nagyon elkukurultad. Nagyon elkukurultad, várjál. Úgy megtörtént az esemény. Jó. Igen, minden negyedik bőven elég lesz. Hát így kell ezt csinálni. Jó, ott azt majd ki fogom egyenlítgetni, most nem az a lényeg. Györökök. Hanem az, hogy építsük meg a magját ennek az egésznek. Gyerekek, világfáját ki kell itt vágnom, meg mindent. Egyébként először arra gondoltam, hogy leássuk az alapkőig. És akkor abból lesz alapanyagom bőven. És akkor az úgy nekem az úgy szuper lesz. De hát rájöttem, hogy azért nem akarok leásni az alapkőig. Meg akkor olyan fura lett volna, hogy egy ilyen lyukba vagyok benne, és akkor abba építkezek. Ja, az a lényeg, hogy akkor hármat hagyok ki mindig. És úgy fogom felépíteni ezt. És az egészben akkor így lehet pászkálni. Egy ilyen hatalmas nagy oszlopcsarnok lesz a belseje. Valószínűleg valamennyire ki is fogjuk világítani, hogy azért valami legyen. Ez az, gyerekek. Most már egy kicsit gyorsabban is építkezők. Ott is majd kiegyenlítem, szépen olyasmire, mint ott. És az egész külső burkolat, akkor ez ilyen lesz. Ilyen jó vastag. Jaj, nem, mi van? Eső lesz. Kapcsoljuk el villanyt. Öcsi facsiga! Hát ez egyébként nem gondoltam, hogy ennyi. Az ember azt hiszi, hogy épít egy falat, az csak egy ilyen tök pici dolog lesz. De nem. Mert nem egy falat kell építeni, hanem egy térbeli. Hát hogy mondjam, tárgyat. Objectet. És egy térbeli objektben sokkal több alapanyag kell, mint egy kétdésbe, úgymond. Ja. És akkor ugye úgy lesz, hogy így egy ilyen nagy kúp, egy ilyen hatalmas fél kúp, és ott leszek a tetején, ott majd kialakítunk valami frankó kis izét, védelmet, arra is gondoltam egyébként, hogy arra ki fog nyúlni, így, a levegőbe, és épp csak annyira, hogy akkor legyen ott egy rúd, és a végén csak a rúdon tudjanak visszafölni, de egyébként meg lesz az oldva, hogy sorba lesznek rendezve, szóval nincs, nem lesz gond, mert kitaláltam egyébként, hogy fogom sorba rendezni ezeket a kis mókás kis zombi bombikat. El vagyunk ázva. Egyébként ez az elázás, ez valamennyit is számít, bármibe is. Úgy gyerekek, mindig ilyen nagyon magasra jövök, azt rájövök, rá kell, hogy jöjjek, hogy már nagyon nem kell, mert mindjárt kiérünk. És akkor megépítettük ezt a szekciót is. Szekciót, mondani. Így, frankon. Ó, gyerekek. Hát ez messziről, ezt meg kell nézni majd ezt, hogyha nagyjából egy készülősbe van. Akkor 1-2-3, ugye? 1-2-3 marad. És akkor, várjál. Kicsaptam mind a szart. Na. Három van közte, ugye? 1-2-3. 1-2-3 és a negyedik. A mindig a negyedik. És itt már nagyon nem kell magasra menni. Már a földrű is lehet. Ne legyél buta, keeper. A földrű is lövet építed. Na, itt vagyunk gyerekek. Megépítettük ezt a felét is. Jó, hát ezt ne nézzétek most, hogy ilyen csúfos egy kicsit. De viszont ez bőven jó lesz. Ugye alapot megcsináljuk teljesen, tömörre. Aztán akkor, amikor be tudok jönni, majd lehet, hogy egy ilyen föl kell ugranom, be tudjak jönni. És akkor be tudok jönni, és akkor körül tudok nézni, hogy valami baj van-e.
A struktúrral, a struktúrával. És akkor ugye ez még le fog menni oda is, abba az irányba, ugyanígy, ugye, ugyanígy. És akkor innen, az innen támadó zombik azok úgy fognak megoldódni, mert arra gondoltok biztos, hogy hát itt fúrják a falat, valószínűleg egyszerűbb lehet nekik úgy megoldani. De nem, mert azt fogom csinálni, hogy innen arra, körülbelül odáig egy ilyen ugrálós részt ugyanígy megcsinálok, és azt onnan föntről simán ugyanúgy rálátok, és onnan ugye már itt a szélén fognak följönni, már végig a szélén. Érted? Érted, hogy hogy gondolom? Remélem, hogy érted. Természetesen így az oldalait le fogom zárni, tehát hogy ne tudjanak bejutni semmiképpen. Meg lehet, hogy az oldalai azok ilyen dupla vagy tripla fal legyen, hogy semmiképpen ne tudjanak bemenni. Csak a belseje lesz üreges valamilyen szinten, de az se teljesen, ugye. Na, itt egy kicsit rendrakási var. Nagyon jó. Na, akkor jöhet a másik irányba is valamennyi, egyelőre, mondjuk egy 40. És akkor megnézzük messziről, hogy kb. Mekkora object lesz. Hát szerintem a Best Ever hordaváró lesz, amit valahogy bárki is épített. Nagyon érzésem. De tényleg. Jó, mármint úgy értem, hogy Survivor módban, de nem izében, nem. Nem máshogy. Hát itt szét kéne csapnom itt a dolgokat. Ezt most egyelőre szerintem. Sajnos az lesz az autóval, mert nem érdekel. Hogy szétszedjem. Ó, van benne egy ilyen, ezt meg felvesszük, hogy ezt szét fogom fúrni. Ez az. Hoppá, hogy szétugrik, hát nem is emlékeztem rá, hogy ilyen volt. Bár lehet, hogy nem volt, azért nem emlékeztem rá. Aha, de vannak ilyen. Voltak olyan alkatrészek, még nem engedte lerakni. Oké, gyerekek, hát gépet azt nem kicsit fog járni ez a projekt. Van egy olyan érzésem, de hát nem gép, hanem bírja. Ugye 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, így. És jó lenne, hogyha egyébként átérnénk egyikről a másikra, és akkor tudnék így 3-at húzni, nem? Akkor egyre gyorsabban tudnék azért működni. Ej, more, hát ezt elcsesztem, na mindegy. Ugye megoldom. De miért nem, ja azért nem, bazzer mondom, miért nem ugrik, hát azért nem ugrik. Mert ez egy guggoló pozícióba voltam. Hú, gyerekek, hát nem tudom, miben biztosítanak benneteket. Képzeljétek, én is el vagyok már egy kicsit kampicsorodva, hogy rájöttem, hogy konkrétan egy hegynyi épületet akarok ide felhúzni, ami azért nem annyira egyszerű, mint amire gondoltam így elsőre. Szóval azért kössük fel a gatyánkat, hogyha ezt meg akarjuk valósítani. Szerintem az első bázisom nem volt ilyen magas, pedig az csak egy oszlop volt. És meg ide felépítem a izét, a Bábel tornyát. Úgy hülye vagyok, gyerekek, komolyabb, rendesen kezdek aggódni, hogy ez valahogy is megvalósítható dolog lesz-e. Azt a bőtjár, hallod? Alig várom egyébként farmingozzak, és gondolkoztam hogy egy olyan sorozaton, hogy ide is lehetne berakni sorskártyákat. Egyébként minden bármilyen játékba tudnál kreatívkodni úgy, hogy különböző olyan módosítókat, mint akár egy papírra felírod, és akkor kihúzod, berakni, amik így befolyásolnak a játékmenetet. Például képzeljétek el, hogy lenne olyan, hogy mondjuk, tudom én, bomba robbant a bázisodba, három darab TNT-t raksz le és robbantsd föl. Érted? Vagy most ez a legdrasztikusabb volt, de akár más is lehetne, hogy találtál egy valamit. Mondjuk, ha találtál egy valamit, aztán nem sok értelme van, mert azt amúgy is találsz dolgokat. De lehetne egy csomó mindent, ilyen. Előbb támad a zombi horda, ma este támadni fognak. Érted, ilyeneket.
bármelyik játékba is bele lehetne vinni. Aki nem nézi a Farming Simulator sorozatot, azt annak elmondanám, hogy az úgy működik, hogy ugye Farming Simulatorban sajnos nincsenek ilyen random eventek. Meg igazából olyan küldetések, amik ilyen nagyon érdekesek. Emiatt ugye kitaláltam, meg raktam be egy olyan opciót. Hát, ezt nem tudom, hogy fogok átmenni oda. Itt valamit majd ki kell akkumulálnom. Itt lassan már kéne. Úgyhogy lehet, hogy itt... Jaj, várjál már. Lehet, hogy itt valahogy itt megoldjuk addig, ideiglenesbe. És akkor itt. Ha. Ez az, így már jobb. És akkor visszajövünk. Akkor le tudjuk ezt bontani a magasba. Na. Ugye azért gyorsabban lehet haladni. Hál' Isten, majd amire lesz, hogy meg kell csinálnom, fel kell upgrade-elnem, arra egy kicsit így kitanulom a dolgokat, hogy tudom minél hatékonyabban csinálni ezt. Az ő építkezést. Na látod? Most már meg felépítettünk egyet egy huzamba. Na, és akkor itt leszünk fönt. Lehet, hogy egy kicsit lelapítom majd a tetejét, hogy mondjuk ezt a blokkot leveszem, hogy egy kicsit legyen egy ilyen kedrec. De ugye arra is gondoltam, hogy arra nyújtsuk ki egy kicsit. Azért, és akkor itt, tudom, én rakok egy darab rács elég, vagy bármi, meg akkor lehetne az, hogy ugye... itt mondjuk teljesen nem jó. Mindenképp itt kell fönnállnom valahogy, hogy rálássak mindenre. Bár, hogyha egy blokkal hátrébb állok, szerintem akkor még bőven rálátok, úgyhogy ezt ki is próbálom. Mondom, igen, ide kellene, itt kéne állnom, és akkor konkrétan mindenhol rálátok, és ide is rálátok. Az a lényeg, hogy ide is rálátok, mondjuk egy rácson állnék. És akkor ugye itt is lesz egy ugrabugra, arra, fölfele. Tehát akik jönnek innen, azok is inkább felugrálnak arra, és ide föl fognak kerülni, és akkor amikor ugrálnak ott föl, akkor is rájuk látok, meg amikor itt följönnek, akkor is rájuk látok, és igazából innen rálátok oda is, és ugye így szépen félkörbe fog ez így megvalósulni, és konkrétan így félkörbe kell csak nézelődnöm, tehát minden zombi a látóteremben van így, érted? Innen, így, ahogy itt állok, az összes zombi, ami támad rám, az a látóteremben van. Aki ott ugrál fel, az is, aki ott ugrál fel, az is, aki ott ugrál fel, az is, és akkor konkrétan sznájpolgathatom őket szépen nyugodtan, amikor jönnek fölfele, nagyon-nagyon sokáig fog tartani, amíg följönnek, ugye konkrétan 50 méter magasra úgy kell felugráliuk, ugye itt felejtsd el, hogy sprint, nincs sprintelés, nincs semmi, itt tényleg úgy tudom csinálni, esetleg ugye jöhet ide, tudok ide készíteni magamnak mondjuk hátra még egy kis placot, ahova mondjuk rakok ládákat, rakok mondjuk molotov koktélos láda, akármi, és akkor itt szórom nekik a molotov koktélt, meg minden, és akkor így bármit így tudok csinálni. Hát ez nagyon sokáig fog tartani nekik, míg följönnek, tényleg, úgyhogy így képzeljétek el ezt az egészet, és az a baj, hogy még nem tudom megmutatni, mert igazából ugye ez egy kúpra fog kijönni, hát eléggé furcsa, hogy ezt így, lehet, hogy elkezdjük építeni a kúpos részét, hogy lássátok, hogy mégis maximum visszabontom egy picit, majd, hogy szeretném, hogyha látnátok, megértelmeznénk, hogy ez hogy fog zajlani. Na, ezeket kivágom. Hogy is kell fa? Ez ugye nem tud roncsolni. Bazd, ez oda pattant rendesen testvére. De szerintem az nem roncsol, úgyhogy jó. Akkor lenne még itt összedönteni a kecómat. Hát ezeket ki kell vágnom. Meg amúgy is jobb lenne, hogyha nem lennének itt, mert akkor ugye látnék valamit is majd. Hogyha a zombik támadnak, ne az legyen, hogy itt fák meg itt tudnak bújni. Meg ugye tudom azt is csinálni, hogy kireflektorozok minden, tök jól lássak. Úgyhogy ez tök jó lesz. Meg tudom azt is csinálni, hogy ugye bármilyen csapdát tudok rakni körbe. Majd, úgyhogy azok működni is fognak. És hogyha nagyon elszabadul a pokol, akkor az legyen, hogy akkor ebbe tudja kapcsolni. Van egy gomb, körbe mindenhol elsülnek a fegyverek, darálnak, du-du-du-du-du-du, minden lesz. És akkor ugye lesz időm, nem is az a lényeg, hogy megöljék az összes zombit, hanem lesz időm akár felkészülni, vagy gyógyítani magam, vagy bármi. Akkor egy kicsit ugye lassítják a hordát.
Úgyhogy ez valahogy így lesz. Hát szerintem elég monumentális, nem tudom, szerintem jó sikerült, meg jól is fog sikerülni az egész. Figyeljetek, szerintem állhatok neki annak, hogy ez building blokkot konkrétan bár korrádna mennyiségűt csináljak, mert itt azért lesznek komoly dolgok. Na, ezt az oldalt még mindenképp 1, 2, 3, 4, ugye 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oké, nagyon szuper. Na, fasza. És akkor ugyanúgy megpróbáljuk középen. Hát ugye most még egyelőre nem nagyon megy. Régebben emlékeztek rá, amikor craftoltál, akkor is folyamatosan kaptad az XP-t a craftolásért. Most nagyon fura, hogy az már nincs. De viszont szerintem ezt itt biztos már kaptunk. 2500 XP, itt jöttek dolgok be. Ugye, hogy éppen ezeket az achievementeket, vagy nem tudom miket így eléred. Hogy ezt gyűjtöttél be, azt gyűjtöttél be, ilyen zombi töltél, olyan zombi töltél. Konkrétan lassan már minden achievementem nyílem van, nem tudom mit nem használtam. Ja, ezt kéne gyógyítanom, de hát ez fölösleges, meg hát ezeket a farmos dolgokat nem fogom, meg vadász dolgokat valószínűleg nem fogom ki maxolni. Szóval ezek egyelőre egy nem fontosak egyáltalán. Nem tudom, hogy van-e maxint, vagy maxintot el tudjuk elérni, azért tök érdekes, hogy már a lassan a 100. szintet fogjuk verni, hát hogyha ezt felupgrade-elem, akkor biztosan. Na, de tetszik nekem nagyon ez a játék. Nem tudom, hogy... remélem, hogy nem annyira unalmas, hogy itt elbeszélgetünk, vagy... Ja. Ezt tudjátok, egy ilyen live keretében lenne jó megcsinálni ezt a... Építsük meg a buildinget dolgot. Lehet, hogy azt kellett volna egy ilyet. Azt szeretném fenteni, de hát most már mindegy. Csak az a baj, live keretében is lehet, hogy uncsi lenne. Mondjuk akkor tudtok írni, azt lehet tudtuk volna beszélgetni, hogy mi a stájsz, de azt nézem, hogy az nincs ilyen magas. Az nincs ilyen magas. Te hülye gyerek. De én olyan hülye vagyok egyébként, hogy nekiállok egy ilyennek. Hát ez mennyi időt lesz meg, bazzek. Ja, most nem akartam foglalkozni azzal, hogy mit tudom én, cserélgetem a dolgokat. Egyébként ott nincs kitörve szerintem az oszlop, csak ugye nem töltődik be, mert nagyon messze van. De ez a struktúra, ez, amit ide felhúzunk, hát ez egy... Ez több lesz mindig, egy beteg. Majd meg akarom csinálni a kupnak az alját is, hogy lássátok, hogy ez hogy fog fölépülni. Meg fogjátok látni, higgyétek el. Jó lesz, érdekes lesz. Érdekes lesz, ez szerintem nagyon hatékony bázis lesz. Vagyis hordaváró. És ugye semmi mismásolás nincs ebben, hogy jaj, most itt trükközgetünk. Itt nincs trükközgetés, itt nyers erő van. Na, ja. Még egy elejjebb. Egy. Most ezt hova raktam, vagy mit csináltam? De így, ja, jobb vagyunk, csak meg ma marha magasan van az. De valahogy át kéne kellem. Hát itt folyamatosan gondolkoznom kell, hogy... Ja, itt hát valószínű, hogy meghalnék, hogyha izé lenne, live lenne. Mert itt folyamatosan agyaldom kell, hogy milyen magasan vagyok, melyik eszközön állok, melyik oszlopon állok, melyik hol rakhatok magam alá, hol rakhatok nem magam alá. Úgyhogy minden itt izé van. Szívásva. És azért ugrálok fölfele, hogy itt vissza kell bontanom. Úgy. Bászé, nem egyszerű az életem. Az életem csak játék és mese. Hallottál már a Hocus Pocusról? A csúfko... Ja nem is így van. Hát ezt kibírjuk? Ja, kicsit sebződünk, nem le van szarva. Ó, more! Meg a struktúra, mit csináltál? Mit csináltál meg a struktúra? És képzeljétek, zombik! Hapa. Ilyen sebesség. Tudod, milyen sebességgel fognak ugrálni? Megmutatom. Hogy meddig tart nekik följönni, mert rohadtul nem szeretnek ugrálni, és nagyon-nagyon nem szeretnek. Így lesz. És olyan eddig. Így fognak fölfele ugrani a gyerekek.
úgy fognak felugrani végig. Jaj, ez nagyon jó lesz. És ugye nem tudnak hozzáférni ehhez, hogy itt elkezdik ásni. Nem, nem, nincs ásás. Nincs ásás. 1, 2, 3, 4. Nincs, nem, nem, egyszerűen nem tudnak ásni föl. Nem tudnak ásni, az lesz a leggyönyörűbb benne, hogy nem tudnak ásni. Aztán, hogyha valami lesz, valami nem fog menni, akkor nyilván ki fogjuk közküszöbölni, szóval nincsen semmi gond. 1, 2, 3, 4. Úgy. Oszlopcsarnok lesz itten, a keepernek a helye, 1, 2, 3, és akkor ide jön egy negyedik, és akkor ezt a hármat felhúzzuk megint, aztán lassan ám már végzünk. Meg tovább meg, autót kell kifúrni, meg minden. Hát ez egy, ez ugye 50 méter magas körülbelül, az átmérője ennek a kúpnak, vagy gúlának, vagy nem tudom mi lesz ez egyébként, valaki várja, pillanat ír, szerintem. Ki ez a srác? Ki ez a srác? Na, Ferike, aki nem néz videót, írta, hogy na. Írom neki, hogy megastruktúrát csinálok. Éppen építem a megastruktúrát. Éppen épül a megastruktúra. Lol. Hogyha nézi a videót, akkor meglássa, hogy éppen itt a megastruktúra épül. Hát ezzel megyek az idegeire, mert mindig azt mondta, hogy állandóan. Állandóan ezt a struktúra szót, ezt rá kell tetoválni a hátamra, hogy nem tudom mit is mondott, hogy ez legyen a szlogenem, mert mindig ezt a struktúra szót, ezt mondogatom. Ugye én ezt annyira szeretem, ezt a szót. Hát ha egyszer az, nem lehet épületnek mondani, ugye nem épület. Mert épület oké, okay, de igazából nem lehet úgy mondani, hogy ez most egy lakóépület, ez most egy szobor, ez nem, ez egy struktúra. Struktúrálisan egy építmény. Talán építményt lehet. Na mit ír rá? Nem láttam már a négy részt. Hát az gyönyörű vagy. Csodálatos, komolyan mondom. Szomorkás a hangulatom, máma. Na várjatok, itt összekökötnyi. Ezt át kell menni valahogyan, mert komoly dolgok vannak. Nem látottam már a részeket. Nem látottam a részeket. Hát szép. Na várjál, itt az a baj. Hogy? És mit csináltam ott még? Nem egyszerű ám. Ú, te fiú! Az a baj, hogy nagyon nem jó, hogyha nem ott kellene azt kikapnod, ugye, amelyiket. Amelyik a levegőben van, tehát így jó, meg lehet magadat szivatni keményen. Na, ugye, ez így akkor jó, eddig nem jó, jó, nem jó, itten van a hiba. Tudod, van a hiba benne. Itt meg át kéne kelni, már túl magas az építettem megint. Ja, esett a fejemre, tessék, na. Na most így kb. Jó. Na, szándékosan leöntöttem, mert már megőrülök tőle egyébként, hogy ennyit kell itten építkezni. Na, nagyjából jó, reméljük mindjárt ránézek. Aha, most sikerült azért összehozni. Ja, itt az alját majd ki kell egyenesíteni. Ugye, hogy az is azért ne ilyen lépcsőzetes legyen. Azt a betyám, mi a fasz? Te Isten! Ja, a kocsit gyorsan szétdaráljuk. Ezt nagyjából akkor megcsinálom. Szétugrott mind a szar. Itt meg a kockák, mi? Ezeket is el kell bontanom, mindent is, mert ugye itt az alapot is kölkölere húzigálni. Na, kölkök. Megy tovább. Nem gondoltam volna, hogy eddig elérünk, hát lassan már itt leszünk. De várja, innen nem tudom már építeni az alulról. 1, 2, 3.
három, négy, ez a negyedik, egy, kettő, kettő, három, négy, ez a negyedik, ugye? Oh yes, lehet, hogy itt már nem nagyon kéne magasra menni, fölösleges volna. Ez az építkezés, ez tényleg kezd jobban menni, mint eddig ment. Na gyerekek, oké. Na, akkor meg a struktúrát meg kell nézni messziről, hallod? Előveszem a motort, aztán megnézzük, nagyon kicsit messzebbről. Itt van valahol a motorom, de ki van fogyva. Megtankoljuk, kis motor egyébként teljesen jó, ilyen kisebb közlekedés, nem sokkal fordulékonyabb, kis pürgébb. Fölösleges az a nagy hodály. Oké, tettünk bele egy kis üzi anyagot. Na gyerekek, várjál! Úristen, hallod, rendesen mi be a... azt a bőtyár! Na ezt figyeld el, testó, hol vagy? Ez kemény, nem? Várj, ezt az oszlopot kivágom ide, itt ez olyan zavaró nekem. Jó, kemény ez az oszlop, bírja basze! Ja, hogy ez blokkonként volt. Ez vicces. Ez jó, izé, meg beútított. Na, hát ez így fog kinézni. Te Isten! Én nagyon bolond vagyok. Rá kellett jönnöm, és akkor egy ilyen kúp lesz az egész. Hát magasabb, mint az. Mert méne. És akkor mindjárt. Magocskák voltak abban? Na. És akkor ugye, ez úgy kellene, hogy úgy kellene, hogy elvileg ezt, hogyha ezt így összekötöd már most. Így. Várja. Hát ez jó, mindegy, így kell csinálni. Ha összekötöm így, átlóba, 45 fokba, akkor ennek pont oda kellene kapcsolódnia, ugye a másikhoz. Vágod. Oké. Okay. És így fog kijönni ugye a tető, vagy a tetejéig. Ugye egyre szűkülve. De remélem, hogy ki fog jönni a maták. Ugye ez egy ilyen nagyon pontos mértani formának kellene összejönnie. Remélem, hogy ez működni is fog, ezt is üdnánk kicsit. Ezeket minden egyét ki kell, mert ugye le kell teljesen alapoznom az alját. Na gyerekek. Figyelj, mert megpróbálok egy ilyen random középponti részt elindítani, de mondjuk nem kéne. A gyerekeknek pont ki kéne jönnie, az a lényeg. És nem jött ki bazze. Testvérem az úrba, mit csesztünk el? Ez nem jött ki, valami nem stimmel, hallod? Valami nincs jó kivitelezve. Ajjajajajajajaj, hát ennek ugye a második blokknak kell lennie, és nem a második, de miért nem a második? Valami nem stimmel? Aha, ott van, ott a hiba, bazza, a legalsó. Azért mondom, valami nem stimmel, gyerekök. Jó, nagyon megjettem, mondom, meg kell bontani valami komplexebb struktúrális részt. Akkor vadulok meg, ezek így kell jönnie. Így, és akkor pont oda ki is jött. Látszod? Tesó. Ez így van. És akkor ugye akárhol elindítanád, fölfele, lépcsőzetesen, akkor ez így működnie kellene, működni fog. Ugye most én itt elindítanék itt egy ilyet. Mondjuk így. Akkor ez így working-elni fog. Ugye ez pont kijön, és akkor egyre kisebb táv, vagy hát igen, mondhatni egy kisebb táv. Itt még ezt az oldalát itt meg tudom csinálni, csak az a baj, hogy közben upgrade-elnem is kell majd, szóval ez így nem fogok tudni így végtelenségig építkezni, mert ugye egymást fogják akkor fedni a
blokkok, és ugye mindig csak olyan blokkot tudsz upgrade-elni, ami fölül van. Vagyis van külső oldala. Úgyhogy ezzel óvatosan kell bánni. Gyerekek, leköstöri utána az egészet, hallod? Valami nagyon durva színre. Vagy tudjátok milyen színre kéne? Hogy jól lásd a zombikat? Hófehérre az egész piramist. Érted? És akkor az úgy tök adná, hogy látnád a piramist. És a fehéren jobban is látod, hogyha hogy nevezik? Hogyha dimizselődik, mert jobban látod a repedéseket. Úgyhogy ez valószínűleg egy hófehér piramis. Hoppa, itt ezt elcsesztel a keeper. Egy hófehér piramis fog lenni. Piramis, de végül is piramis lesz. Aha, és így látod? És akkor így jönnek egyre közelebb. Ezek a blokkok. Ugye? És akkor a következő az még kijebb, még kijebb, még kijebb, még kijebb, és akkor össze fog jönni azzal. Ugye nyilván, azt lehet, hogy itt még ugye tudok upgrade-elni. Ja, nem szabad annyit leraknom, hogy ne tudjak upgrade-elni. Úgyhogy ezt menet közben kell upgrade-elgetnem, építés közben. Ó, te fiú, hogy nem tudok célozni. Ugye ezt még megnézem. Mert tényleg jó kalkuláltam meg ki. Ezt így tényleg, ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy munkáján így rajzolgatok ilyen különböző skicceket, hogy maragép, hogy valamit össze tudjak mókolni. 21.51 van, mert nem baj, mert éjszaka se fognak minket szerintem nagyon megzavarni. Jó lenne mondjuk ebben nem spónolna be a zombi ebbe az egész belső térbe. Na várjál, ugye ez most így alakítja ki, így alakulnak ki. Ilyen végtelenített lépcsők. Tehát soha nincs olyan, nincs kettő olyan blokk, ami egymás mellett lenne, és ne kelljen ugraniuk. Tehát egyszerűen szórakta. Szóval nem lesz olyan, nem lesz olyan kettő egymás melletti blokk, amit ugrás nélkül át tudnának hidalni. Jó, 10 óra volt, nem baj, cseppet se. Így. És akkor így egyre feljebb, egyre feljebb. Jönnek ezek a különböző sorok, és a végén ugye ezek össze fognak futni egy darab csúcsba, és akárhol jönnek, akárhonnan támadnak, mindenképpen minket próbálnak majd elérni. Annyit akartam még erről beszélni, hogy ugye jó lenne, hogyha valamennyire sorokban rendeződnének, akármennyire is. Hogyha, hát nem tudom, hogy egyébként, lehet, hogy megpróbáljuk sorok nélkül, ugye úgyis most majd a 24-es zombi horda jön, hogyha ez elkészül. De hogyha sorokba kell rendezni, akkor annyit kell majd csinálni, hogy ide különböző, nem olyan túl hosszú falakat húz az ember elé, és akkor ugye azokat valószínűleg nem akarják kiütni, mert minek, sokkal egyszerűbb lesz nekik kikerülni. És akkor mondjuk hagysz itt egy nyilást, és akkor itt fognak fölözönleni, meg ugye a szélén fognak fölözönleni. Szóval ez egyáltalán nem lesz gond. Mindjárt megmutatom, hogy mire gondoltam azzal kapcsolatban, hogy ki küszöböljük mi azt, hogy ezek itt hátulról nekiálljanak ásni. Na ugye ez egy probléma lehet, hogy nekiálljanak ásni. De azért, hogy ne álljanak neki, mondjuk ugye itt a közepe, megjelölöm a közepét. Igen, és akkor körülbelül arra gondoltam, hogy egy ilyen távolságra, mondjuk innen, elsőre egy innen, csinálnánk. Ugye gyors megmutatom, hogy mire gondoltam. Aztán szerintem lehet, hogy az lesz, hogy ások gameplayen kívül, főzöm az anyagot, mindent csinálok. Megcsinálom, lehet, hogy fölveszem, aztán majd eldöntitek, hogy akarjátok-e látni, nem akarjátok-e látni. Inkább fölösleges feltöltenem, még timeless-be is.
Jó, addig építkezhetek egyébként így, amíg ugye tényleg ne legyen kettő, háromnál több blokk egymás mellett. Oké, és akkor azt kérem, hogy mindjárt meglátjátok, hogy miben gondolkodok. Hogy meggátoljuk, azok a zombik, akik hátulról érkeznek, mert ugye oda is spawnolgatja őket, azok nehogy azt akarják, hogy bár ássanak, mit tudom én, hogy fölássák magukat, valószínűleg nem is nagyon tudnák, nem is nagyon lenne értelme, de azért megkönnyítjük a dolgokat azzal, hogy mi kialakítunk nekik egy lépcsőt, ami mindjárt gyerekek, mindjárt ne haragudjatok. Csak hogy prezentálni szeretném, csak most nagyon elgondolkoztam egy-két dolgot, hogy ez hogy lehetne. Tehát, hogyha innen jön a zombi, ugye akkor, hát azt mondom, hogy teszteljük, hogy milyen távolságra kell ezt a lépcsőt megépítenem, akkor lehet, hogy érdemesebb neki, hogy erre szépen följön, de ezt lehet, hogy még lépcsőre is kicserélhetjük. Nagyon nem problém, mert itt csinálunk neki egy folyosót, ami sokkal szimpatikusabb lesz nekik, mint hogy ássanak mondjuk 50 blokk magasságig. Inkább jobban fognak járni, hogyha itt szépen eljönnek ezen a peremen. De mindjárt mutatom, hogy hogy. Na, akkor ugye ennyibe egészül ki itt a széle. És akkor ugye aki zombi innen jön. Ja, oké, jó lesz. Aki zombi innen jön. Ez már felesleges ide, oké. Mindjárt, jó, mi történik itt? Várja, itt ide már felesleges ide építette, úgy. Na, aki zombi onnan jön, az, ugye én ott vagyok fönn, hát hogy ilyen a legkönnyebben, nem úgy, hogy itt elkezd ásni, mert igazából sok értelme nem lenne neki, hanem akkor el fog jönni erre, és akkor ugyanúgy itt szépen elkezd fölfelé pattogni. Semmivel nem lesz gyorsabb, mivel ugye ez a távolság, az pontosan ugyanaz a távolság, mint az. De hát, hogyha most én ezt elhúznám akár a feléig is, akkor is ugyanaddig tartanak. De mindenképp, hogyha már van neki opció, akkor valószínű, hogy föl akar jönni. És akkor ugye itt ugrál föl, ugye nem ilyen gyorsan minden, hanem ilyen rohadt lassan csinálják, elég megfontoltan. És akkor ugye bőven lesz időm, most megmutatom egyébként, hogy mit fogok látni. Akkor, hogyha itten állni fogok, egy darab rácson egyébként, de még ha nem is rácson állok, akkor is, ugye rálátok én azokra a zombikra is, akik ott jönnek föl, meg a másik oldalt. És rálátok, ha itt ezen a ponton állok, ezen a blokkon, akkor mindenre rá fogok látni. Ugye itt is végig rá fogok látni, akik ott jönnek föl esetleg, itt is ott, aki szembe jön, ott is, aki szembe jön. Egyébként az lenne a legjobb dolog nekem, hogyha ugye oda húznék egy falat, és akkor ugye elosztaná, vagy esetleg még ilyen háromszög alakot, és elosztaná őket arra,
meg arra, és itt is arra, meg arra. Tehát akkor csak onnan jönnének, csak onnan jönnének, és csak onnan jönnének. És akkor három opció lenne, hogy följöjjenek. Semmi több. De ugye semmi gond akkor sincs, hogyha itt jönnek, mert azokra is tök végig rálátok majd. Így ugye itt jönnek végig a kockák egészen föl. Tehát nem fog kitüremkedni jobban, hanem így végig rálátok mindenre. Ugye, hogyha ez nem működik, tehát hogyha itt elkezdenek, be akarnak alán fúrni, akik onnan érkeznek, akkor annyi az egésznek a hátulütője, hogy kell csinálni még ide is egy hátsó szekciót, akkor ugyanaz, csak akkor az a baj, hogy négy oldalra kell figyelni. Ennyi a hátulütője az egésznek. De sokkal jobb lenne, hogyha ez így működne, hogy ne akarjanak. Esetleg oda végé még jobban ki kell húzni a lépcsőt, hogy ne akarjanak ásni, hanem mindenképp fel akarjanak jönni hozzám. Hát aki innen jön, az mindenképpen fel akar jönni, szóval azzal nem lesz gond. Azzal lesz gond, aki hátulra jön, azzal majd esetleg ki kell valamit találni. Oké, gyerekek, nagyon jó. Na, hát ez ilyen lesz. Meg a struktúra ugye, brutális egyébként, tényleg brutál. Egy hatalmas, nagy lépcsős piramis lesz, vagy ilyen gúla, vagy igen, egy gúlának nevezhető. És tényleg úgy tudnak a zombik eljutni hozzám, hogyha felugrálnak ezen a borzalmom. Annyit ki kéne próbálni, hogy ez meddig tart tényleg egy zombinek felugrálni. Ugye most ugyanúgy éjszaka van, ugyanúgy sprintelnek a zombik. Annyi, hogy rá kéne ijeszteni egyre, vagy valamit kéne szereznem egy zombit, és lehet, hogy motorra elmegyek. Szerzek egy zombit, és megnézzük, hogy mennyi idő tud fölérni hozzám, jó? Hája, ebben nincsen? Ebben nem szokott lenni? Ó, de jó, de jó, de jó, de jó. Na gyerekek, akkor megnézzük, hogy ez hogy fog működni. Aha, kettő is jön, oké, semmi gond. Az a lényeg, hogy én most itt felugrálok, és megnézzük, hogy ők itt hogy fogják abszolválni. Ha, jönnek ugrabugrálnak. Na nézzük, hogy mennyire tart nekik felugrálni. Valószínűleg, hogy az a baj, már ugrabugrálnak, ugye? Szóval kell viszonyítanunk időbe. Na gyerekek, akkor. Egy zombi így ugrál föl. Figyelitek? Várjátok? Ez mennyi idő? Ez iszonyat sok idő, gyerekek. Bazd meg, kivettem a blokkot magam alól. Hát nem hiszem el, de nem izét akartam nyomni. W-t akartam gyabni, és rossz gombot nyomtam. Na mindegy, mindjárt megcsaljuk őket. Még egy szót, meg egy zombi medve, azt ne kéne kerülni. Hol van a zombing? Az a baj, lehet le is akadnak rólam, olyan messze vagyok tőlük már. Izét akartam, W-t akartam nyomni, és el is törtem a lábamat, de jó vagyok. Most nem fogok tudni kijönni, és szétverik azt a blokkot. Na, jó, hát ezt akkor most elcsesztek éppen. Elcsesztem, de az a lényeg, hogy ilyen extrém lassan jönnének. Ó, de hülye voltam. Tényleg ezzel ráraktam a kezem a billentyűzetre, és egyel odébb raktam, mint kellett volna. Várjál. Mindjárt jönnek ám zombik. Meghallják ezt a lövöldözést. Eltörtem a lába. De jó vagyok, komolyan mondom. De jó vagyok. Levettem a tetejét a tornyomnak. Na, de hát szó szerint... ott egy akna bazza. Szó szerint percekig, gyerekek. Várjatok, meglövöm ezt. Senki? Sehol senki. Percekig tart nekik följönni. És ugye ez ugyanolyan gyorsan futnak, mint amikor hordakor. Tehát rohannak, sprint, csak ugye lassan jönnek föl. Arra is kíváncsi lennék a másik oldalról, hogy jönnek, csak az a baj, most meg eltört lábbal, itt a rizének kepesztetek. Nézzük a motort, azt lehet, hogy ide csalok egyet azért még 3 perc, aztán meggyógyul a lábam. Fogadjunk, nem hoztam egy darab bekötő kötszert sem mindegy igazából. Egyik el is mehetnék gyorsan egy kötszerért. Ja, itt voltak benne a sátorba. Mindenhol egyébként vannak ezek a zombi menők, azokat nem nagyon akarom itten zargatni. Azok nem tudom, hogy viselkednek, úgyhogy hagyjuk. Gyorsan annyit csinálok.
Hogy lehet, hogy fölmegyek. Megnézzük a bázisunktól is legalább ez, hogy néz ki. Ja, még nem építettem dupla falat soha volt. Kiszedem az oszlopokat egyébként. A mindenhol elég lesz akkor az ilyen távolság. Sokkal kevesebb alapanyag kell. Egyébként nem kell olyan túl rengeteg alapanyagám. Valószínűleg rengeteg kő kell majd. Úgyhogy majd ássatok agyba főbe. Fából az majd, hogy nem elég jól állunk. Megint elsik az eső. Jó. Szegény bázisomat meg itt elhanyagoltam nagyon. Sokkal fordulék egy ebbe a botor, ezt szeretem ezt a botort. Na, bekötöm a lábamat egy-egy gyorsan. Ja, nem tudom bekötni, hülye vagyok, hiszen az előbb is be akartam, de nem azt akartam, mit akartam még. Ja, itt a izék a szendet is. Megnézzük. Hú, 6800, vagy mennyi van. Meg akkor a betont én nekiállítom a dolgoknak. Mert közben meg készít ilyen is, meg amolyan is. A vasnak van itt minden szarom is. Betont akartam készíteni. 501-et tudok, mi a kevés? A kő. Nincsen kövem? A kő, összes követ meg ide értem, nem, itt még van pár darab. Jó, kő az úgyis lesz, annyi, mint a sár. Jó. Viszont 10 van, szerintem az bőven van, az elég lesz, hogy 6000-ig, ebből 1500, a cement kell leginkább, meg kő, hát a cement kell igazából. Jó, és akkor már van 1000 darab körülbelül, ki is rakom. Ezzel nem szabad találmadni ezeket a szarokat, mert látod, mi lett itt már kapásból tele inventory. Ja, meg eszek egyet. Ja, jó lett volna kipróbálni ezt a zombit, hány perc alatt megy fel, mert érdekel volna, vicces az egész, hogy milyen sokáig tart. Na, ettünk egyet? Ettünk egyet. Oké, ígyunk is egyet. Mindig éhesek vagyunk. Hát beküldtem a kaját, már mindjárt alapul. Na, skill pont. Van egy. Hát az felupgrade-elem, megépítem, biztos lesz, vagy 80. Úgyhogy az viszont tök jó lesz. Na, 23 másodperc meggyógyul a lába, azt akkor újra próbálkozás. Na gyerekek, ugye még be se töltött. Ja, hát ez egy ilyen kis, szolid kis izé lesz épület. Kellene szereznem egy zombit. Aztán akkor meg kéne próbálni a bég egyszer, ne haragudjatok, hogy elcsesztem az előbb, béna voltam. Na, ej, a mi a, nincs villanyunk? De van. Mindjárt szerzek valami zombikat, aztán felfutok még egyszer, már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire, meddig tart nekik. Új, öreg anyám, itt megvan őrülve bár. Egy darab zombi, jó van. Gyere, gyere! Gyere, gyere! Gyere! Gyere, futás! Hogy, de nem tudlak fölvenni. Nyugtalan vagy. Pedig fölvennélek szívesen a motoromra, hidd, de... Jaj, ide álltam. Tök vicces, hogy most már ilyen nagyon izék, gyengusok a zombik. Jó, egyelőre megpróbáljuk itt szembe, azt utána esetleg hátul is. Csak jó lenne nem kikapnom magam alól a izét. Na várja. Akkor. Ugye próbáljunk meg egyszerre indulni vele. Arra is kíváncsi vagyok. Mi mennyire gyors, mennyivel gyorsabban érünk föl. És ő hányadik blokknál fog tartani kb. És ő mennyi idő alatt ér föl. Igen, ment. Out of stamina van. Itt kikapta ezt a blokkot egyébként. Na. Figyeljetek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ja, igen, elfelejtette, hogy itt vagyok, ugye? Most leugrok. Elfelejti, hogy itt vagyok, mivel ugye izé van, nem horda zombi, hanem csak ilyen távoli, és emiatt. Sajnos elfelejt, de jól működik a dolog. Annyi egyébként, hogy itt jóval közelebb fog kerülni hozzám. Itt ugye itt lesz a legtávolabbi lépcső.
itt közelebb lesz. Úgyhogy ezzel egy kicsit problémáim lesznek, hogy valószínűleg ő is ugye azért húzódott erre, mert itt sokkal gyorsabban ér fel hozzám. Itt kevesebb lépcsőfok kell, jóval kevesebb, ugye itt átlóba, mint ott. Úgyhogy valószínű úgy kell megcsinálni, hogy itt zárjuk le, és akkor arra tereljük őket, és hogyha, de az a baj, hogy mindenképp arra fognak befele menni, de mindegy, valamit majd kitalálok kezügybe. Mert ugye sokkal érdemesebb nekik itt végig menni, itt fölmenni. Értitek, hogy mire gondolok szerintem? Sokkal érdemesebb nekik. Azon a részen, várjál, hogy van itten. Ja, le kell alapoznom az egészet. Na ugye itt sokkal kevesebb. Itt ugye hány blokk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mondjuk átlóban nem tudom, hogy tudnak-e ugrani a blokkokon. Mert ha átlóban nem tudnak ugrani a blokkokon, akkor mindig egy oldalra is kell mászniuk. De én van egy olyan sanda gyanúm, hogy ezek azt fogják csinálni, hogy... Van egy olyan sandra gyanúm, hogy ezek azt fogják csinálni, hogy inkább... Ó, de nem van minden szemette itt, úgyhogy ezt ki kell piszkálni, baj. Hogy inkább így akarnak jönni, mert ott ugye 50 blokk távolság, de itt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hát ugye 20, 20, ja, fele. Fele annyi blokk. Itt fele annyi blokkot kell átugráliuk, mint ott. Úgyhogy ha van eszük, akkor átlóba jönnek rám. Ami annyira nem boldog itt, de ugye nem tudod máshogy megcsinálni, hogy kijöjjön a matek. Érted? Itt nem tudod kiúzni jobban, mert ide ér ki. Ugye ez akkor működne, hogyha itt bele lenne ásva, így, na, mondjuk nem hülyeség, és akkor ugye akkor meg tudod oldani, hogy ez is lemegy olyan mélyre. Úgyhogy lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy így egy átlóssal így leásva. Értitek, hogy ez elvileg pont ugyanúgy le kellene mennie, és úgy menne fel oda. Akkor lenne, gyakorlatilag úgy képzeljétek el, mint egy kockát elfordítaná élére. Ugye ez az él úgy menne le oda, hogy ugyanolyan hosszú lenne, hogyha ez így elmenne. Tehát gyakorlatilag egy négyzetnek kellene lenni ennek az lapjának. Ennek a lapnak, ami itt készül, ugye? Ez egy négyzet. Így. És ugye a másik lapja is egy négyzet. Mert ez egy kocka, csak élére van fordítva. Úgyhogy úgy jön neki a matek. Úgy lenne a... Hú, hogy nevezik? Úgy működne a... Mi nevezik? A geometria. És az úgy mondjuk meg is oldható, hogy gyakorlatilag... Mert azért lenne az jó, mert akkor nem csalnának. Akkor nem csalnának, hanem akkor az lenne, hogy minden oldal ugyanolyan hosszú lenne. Minden egyes sor ugyanolyan hosszú lenne. Az a lényeg, hogy minden egyes sornak ugyanolyan hosszúnak kéne lennie, akkor az lenne, hogy itt már egy blokknyit föld alatt kéne lennie ennek. Ennek a blokk, ennek. Itt kellene lennie egynek, alul. És ott meg már kettőnek alul, ott meg már háromnak alul. És akkor minden sor pontosan ugyanolyan hosszú lenne, amíg fölér. Érted? Ez úgy működne jól. Mert akkor nem csalnak, így mindig csalni fognak, itt azt fogják csinálni, hogy itt fognak, ide fognak futni, és itt akarnak felmenni, mert itt fele olyan hosszú, mint ott. Egyértelmű, mert ez csak egy fele, egy fél négyzet. Akkor lenne egy teljes négyzet, ugye egy háromszög gyakorlatilag, akkor lenne, hogyha itt bemenne a föld alá, és ez valószínű, hogy meg is fogom csinálni, mert az igazából úgy lenne tökéletes. Hú, ez nagyon érdekes. Ez egy olyan epic struktúrának kell lennie, amely konkrétan ez egy négyzet. Vagyis egy kocka. Egy élére fordított kocka. A sarkára van fordítva. Olyan, képzeljétek el, mint a föld alatt lenne a másik fel. Hát egy kockának nem háromszög alakú az egyik lapja, hanem négyzet alakú. Úgy jön neki a négyzet, ha itt belenne ás, így valahogy a földbe. És akkor nem csalnának. Nagyon érdekes, de lehet, hogy ki fogjuk próbálni, megépítem így, felupgrade-elám, és azt írjátok meg, hogy akarjátok-e, itt legyetek-e velem, hogy fölépül az egész, de mindenképp hát, ja, az upgrade-elést szerintem semmilyen körülmények között nem szabad
itt csinálni. Ja, itt meg már nem, itt már, itt ugye, nem, upgrade-el nem kell, szóval itt már nem építhetek. Úgy kell upgrade-el épít, rengeteg munka, rengeteg munka. Ez gameplay-en kívül én eltökölészek vele, egy ilyen éjszaka alatt szerintem összehozom. Hát ezt nem várom, hogy ezt végignézzétek. Igen. Ehhez itt csalni fognak a zombik. Tehát itt fognak följönni. Nem fog egy sejt fölbenni. Mert miért ott ugrálna föl? Ha itt a legegyszerűbb. De itt akkor le kell lásnom. Mindig egy blokk mélység nyit. Na, gyerekek, mit gondoltok? Elég epikus bázis találtam ki. Mit gondoltok erről? Szerintem egyébként brutális lesz. Pff, nagyon durva lesz. Hogyha főleg, hogyha megcsinálom azt, hogy leások, és csak itt a sarkoknál, hogy ne csaljanak a zombik, ez, gyerekek, ez nem is tudom, hogy... Ez brutál lesz. Ez brutál lesz. De viszont mindenképp azt kell csinálnom, hogy különben tényleg egy csaló banda fog itt lenni. Jó lesz ez. A hátsó szekciót azt majd ki kéne próbálni még, hogy működik-e. De én úgy érzem, hogy ez működnie kell, ha meg nem, akkor még építünk ide is egy-két dolgot. Szóval semmi gond, meg tudjuk ezt oldani. Hát itt valami olyasmit akarok megoldani, ugye, kivitelezni, hogy itt tényleg 100%-osan tudjuk csinálni a hordákat. A legdurvábbakat, hát akkor ilyen, nem tudom, egy horda alatt szerintem ilyen 5 szintet minimum fogunk lépni. Hogyha ez működni fog, de látjátok, hogy milyen iszonyat lassan ugrálnak fel. És ide sznájpolni kell, meg is nézem, hogy van-e sznájperem, és azt hiszem, hogy van sznájperem, 5-ösöm. Ha nem is 6-osom, de 5-ösöm van, de lehet, hogy tudok is csinálni sznájpert. És valami epic nagy damage-e van ám annak, tehát azzal tényleg egy fejlővéssel durrantaná át minden zombit. Úgyhogy az meg tök jó lenne. Úgyhogy mindjárt megnézem azt, egy pillanat, gyerekek. Weapon-öknél, hogy sniper. Itt az 5-ös sniper, látod? És annak 120-as damage-e van alapba. És effektív range-e 81 blokk, gondolom. Ugye ennek az effektív range-e csak 60. És úgyhogy szét van gyúrva 6-oson, 109-es a izéje. És ugye nem tudsz vele olyan pontosan lőni, ez nem úgy működik. Ezt nekünk nagyon adná. Egy ilyet összedobnánk esetleg egy 6-osba, belerakjuk ugye a nagytár mindenféle csuda jó dolgot, meg ugye rá is pakolunk, azt akkor ezzel lehetne durrantgatni ám a fejlővéseket, ez erre a gyerekek. Várjál már, hogy próbáljam ki? Nem, azért most aztán belekeveredtem. Aha, ja, megnézzük, hogy ez... Ugye... Hát ez olyan, ez brutál lenne. Jó, hát ezt szét kéne gyúrni, és akkor ugye fönt a tetejére a dír. Nincsen valami lőhető? Azért ez jó lenne tényleg hordakor. Ez magasabban van az, és ez végigugrálják, jaj, de jó lesz. Mindenképp le kell ásnom így. Ez egy ilyen nagyon fura struktúra lesz, ez egy ilyen nagyon high-tech lesz, és hófehér lesz az egész, hogy teljesen belássa éjszaka. Lássak minden zombit, mindent lássak rajt. Ki lesz világítva az egész reflektorokkal, minden oldala. Fú, ez gyerekek, ez tényleg epikus lesz. Az a gond, hogy nem látok semmit, passz, amit meglőhetnék, pedig nagyon jó lett volna. Aha. Meg annyit még megnézek, hogy a skillek hogy vannak erre a rifle-re. Hogy ez hogy van? Didály az mi? Várja már. Aha. Killstick, az mi az? Tudod növelni a damage bónuszodat 50%-ig öléssel? Úgy gyerekek, itt vannak olyan skillek, amikre úgy látom, hogy kell pakolnunk keményen. A D-Die akkor az nem ártana. Ez az attribútor, ez alapba... Jó, mert a rifle-re ad. Deal 270% head shot damage-et. Ez jó.
Úgyhogy ez tök jó, hogy arra vagyunk is pakolva. Mindjárt megnézem gyorsan, hogy még mi esetleg, mi az, ami kellhetne nekem. A boomstick az csak izé. Csak shotgunra? Van, ez csak shotgun. Nincs egy külön izé, sniper skill, vagy valami ilyesmi. Machine gun. Huntsman az csak bow. Gunslinger az kodnom, csak izé. Pestoly. Jó, a izé, jaj, várja, tudom, mit akartam megnézni. Még a rifle, jó, hát rifle nem kell craftolnom, azt látom már most. Ja, az egyeset se tudom craftolni, úgyhogy ez el lesz engedve. Akkor az ötöst, ezt fogjuk használni, és ezt fogjuk szétgyúrni, és akkor rá fogunk pakolni a különböző DDI meg ezekre. Jó. Nem lesz ez rossz, gyerekek, nem lesz ez rossz, higgyétek el. Jó, szerintem ez tök jó lesz. Viszont valószínű, hogy le kell ásnom, le kell oda ásnom. Na jó, elbúcsúzom, nagyon szépen köszi a figyelmet. Hát remélem, hogy tetszik ez a projekt. Hát ennél nagyobbat nem tudtunk kihozni. Egyébként az a durva, hogy ennek ugye tudod még bővíteni olyan szinten a magasságát, hogy konkrétan ráhúzol a sorokat. Ráhúzol még sort, még sort, még sort. Egyre erősebb lesz attól. Mindig ugye felupgrade-eled, és hogy konkrétan a végtelenségig tudod emelni ezt ennek a szintjét. Bár szerintem nagyon nem érdemes, mert ugye főleg egy átlósan, ugye ennek is 80 méter a range-e, és konkrétan addig már nem tudsz ellőni. Nem nagyon lenne értelme ellövöldözködni addig. Szóval nem sok értelme lenne hatalmasat csinálni 200 méter magasat, mert nem tudod megölni az alul lévő zombikat, hanem mindig csak a mikor már közelebb érnének, akkor meg pont ugyanaz vagy, mint hogyha egy ekkora van, érted? Ha ott onnan tudod lőni őket, hogy ilyen távolságból csak, akkor semmi értelme nem lenne. Na jó van, gyerekek, elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!